Mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Zödi és Valandér. Néptelennek tűnt az elhagyatott rét. Körben a bokrok olyan mozdulatlanul álltak a tavaszi napfényben, mintha oda festették volna őket. 9! De Pofánka tudta, hogy ez csak a látszat. 10! Jaj, ne! Ezek szerint megint szerda van. Na igen, mert hogy ez pont szerdán, a bujócskázás világnapján történt. Pofánka alig ugrált néhányat, ismerős dologra lett figyelmes egy vadgombóc bokor lombjában. Megvagy, Zödön! Ez nem ér. Mindig olyan gyorsan megtaláltuk. Dünnyögte panaszosan Zödön. Mit tegyünk, ha ilyen nagyra nőttél? Te csak egy mamut fenyő mögött tudnál rendesen elbújni. Hihi. Ebben a pillanatban valami kékre lett figyelmes egy póklábfa vastag gyökerei mögött. Látlak, Valér! Tudtam, hogy ez lesz. Túl alacsony vagyok, hogy elérjem a magasabb ágakat. Én örülnék, ha ilyen kicsi lehetnék. Én meg téged irigyellek, hogy eléred a legmagasabban lévő dolgokat is. Meg a moziban is mindig látsz az előtted ülőtől. Az elhagyatott réten nincs is mozi. Jó, de ha lenne? Akárhogy is, néha szívesen cserélnék veled. Könnyű megoldani. Szólalt meg ekkor egy szörtek nőc a hátuk mögött. Egyetek oda-vissza gumót. A sárga mag összemenezt, a barna pedig megnöveszt egy kis időre. Megismeritek a rendkívül csúnya, penészes, sajtszínű leveleiről. Az össze-vissza gumónak büti szaga van. Hát igen, ezért ismerik kevesen a hatását. Tényleg nem túl étvágygerjesztő, de a kíváncsiságom nagyobb az undoromnál. Csak össze ne keverjük a színeket! Gyorsan bekapták őket. Közben Pofánka mindenkit megtalált. A kuflik gyorsan átsiettek hát a tisztás túlsó felére, ahol a vadgombóc cserjék és a pókláb fák nőttek. Mikor odaértek, alig hittek a szemüknek. Veletek meg mi történt? Kiáltotta Titus. Kipróbáljuk, milyen akkorának lenni, mint a másik! Nézzétek, mennyire fürgén tudok ugrálni. Én meg nyújtózkodás nélkül elérem a fák tetejét. Olyan, mintha nem is ti lennétek. Ingatta a fejét Hilda. Szerintem olyanok, mintha egyszerre látnánk Zödöt túl messziről, Valért pedig túl közelről. Így bárhová be tudok mászni vadsóskáért, és sokkal könnyebben megy a bukfencezés is. Én meg akármilyen messze ellátok ilyen magasból. Hát igen, viszont kérdés, hogy ezentúl lehet-e Zödönt Zödönnek hívni, Valért meg Valérnak, így valahogy már nem illik rájuk a nevük. Ez igaz? Lehet, hogy Zödönt ezentúl, talán Zödinek kéne szólítanunk, Valért pedig? Ő lehetne, Valandér, az olyan óriásnak való név. Szó se lehet róla. Azért, mert megnőttem, még Valér vagyok. Csak most kicsit rövid lett neked ez a név. De Zödön neve is rövid, pedig ő eddig nagy volt. Igen, de azt kicsi korában kapta, amikor még nem volt akkora.
is ez a fő baj, hanem az, hogy lakást kell cserélniük. Ha Lérnak ki, túl kicsi lesz az eddigi ürege. Micsoda? Akkor hát meg kell nagyítanunk Valér lakását. Jaj, már megint egy építkezés. Ha cserélünk, hova fér majd el az óriási szárított vacsóska gyűjteményem és a szotyola héjjal töltött gyógypárnáim? Én meg nem fogok lejjebb lakni! Onnan nem szép a kilátás! Pont, hogy onnan szem. Mert mindkét üregből ugyanazt a rétet látni. Ám ekkor... Most meg mi történt veletek? Elmúlt az oda-vissza bogyó hatása. Semmi baj, fiúk. Mind a ketten így vagytok csinosak. Igazán. Kérdezte Zödön, és elpirult. Lustálkodni pedig így is, úgy is, ugyanúgy lehet. Ami pedig a kimerítő bujócskázás után kifejezetten hasznos foglalatosság. Tette hozzá Béla bá, és gyorsan el is heveredett a fűben. A többiek követték a példáját, amitől a bujócskázás világnapja azon mód a lustálkodás világnapjává változott. Nem.